Több ezer ember látogatott ki szombaton 60-ban a Kossuth térre, a Richter Egészségváros programjára, valamint a városi futóversenyre, hogy tegyen valamit az egészségért, a betegségek kialakulásának megelőzéséért, a kórházáért, mivel a szűréseken való részvétellel a kórházat támogatták. A különböző szűrővizsgálatok mellé a legtöbb sátorban különböző játékokkal, ajándékokkal is készültek a szervezők, és a szűrések előadások mellett a mozgásra, tornára és futásra is nyílt lehetőség a nap folyamán, így nem csak a felnőttek, de fiatalok is kilátogattak a rendezvényre. A 60 és Szent István általános iskola növendékeit az iskola igazgatója Kovács János kísért el a városi futóversenyre, aki kifejtette, fontosnak tartja, hogy mind fiatalkorban, mind idősebb korban odafigyeljünk az egészségünkre. Mi felnőttek is foglalkozhatunk a saját egészségünkkel, vannak különböző szűrővizsgálatok, és én szoktam azt mondani, hogy mi férfiak elvisszük a kocsit a szervízbe, de saját magunkat pedig nem. Én úgy gondolom, hogy a hölgyeknek, de férfiaknak is bizony-bizony egy rendszeres szűrővizsgálatot azért be kellene iktatni az életükbe. Ezúttal több olyan vizsgálatot is szerveztek, amit egy általános egészségnapon nem szoktak. Ilyen volt például az érszűkület ellenőrzés is. Külön sátrakat állítottak fel a nőiességgel, a nők egészségével kapcsolatban, a szépségen túl a lelki egészséggel, a családalapítással, de a változó korral kapcsolatban is lehetett tanácsot kérni. Az egészség a legdrágább kincsünk, ezt tudjuk. A legfontosabb, és amikor ugye köszönünk egymásnak, mindenkinek azt mondjuk, ugye, hogy Isten áldjon, és nagyon jó egészséget kívánok, és ezt nagyon tudják értékelni, főleg az idősebb korban lévők. Amikor fiatalok vagyunk, mondjuk 30 év, nem veszük észre, hogy mennyire fontos, tehát mennyire vigyázunk kellene rá, egy kis mozgással meg tudnánk tartani. És hogy telik az idő, főleg amikor már ilyen 50-60 éves az ember, akkor már érzi, hogy jó lenne egy kis egészség, jó lenne egy kis mozgás, jó lenne egy kis sport, és jó lenne vigyázni az egészségünkre. A Richter 2 millió forintot ajánlott fel alaptámogatásként a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet javára, és ezen felül minden egyes szűrővizsgálat után még további 300 forinttal növelte ezt az összeget. Dr. Stankovics Éva főigazgató háláját fejezte ki azoknak, akik hozzájárultak az Egészségváros programjához, és kifejtette, a befolyt összegből kisebb eszközöket terveznek beszerezni. Olyan kis eszközök, amelyek a mindennapos használat során gyorsan elhasználódnak, gyorsan szükség van a cseréjükre, ezek nagyon fontosak az intézményben a betegellátás szempontjából, és ezért esett a választás a gastroenterológiai és a sebészeti eszközpark korszerűsítésére, úgyhogy ilyen jellegű eszközöket szeretnénk vásárolni. Szombaton olyan sokan látogattak ki az Egészségváros programjára, hogy az Albert Schweitzer Kórház valószínűleg több kisebb eszközt is be tud majd szerezni, annak az 5.811.800 forint támogatásnak köszönhetően, amit a látogatók segítségével sikerült összegyűjteni.